A 20. Dental World COVID-19 előírásait fogjuk ismertetni a következőkben, amit a Hung Expo val közösen hozott létre a Dental World szervező bizottsága. A legfontosabb a szervezők, a kiállítók és a látogatók, valamint a vendégek, résztvevők egészsége és biztonsága, ezért az egészségügyi hatóságok előírásainak és ajánlásainak betartása elsődleges jelentőségű. Éppen ezért vírusmentes körülményeket biztosítunk az üzletkötéshez, a tudásmegosztáshoz és az üzleti networkinghez, fontosak a higiéniai szabályok betartásai, illetve a megfelelő távolságtartás. Rendkívül fontos, hogy ez mindenki számára, így a kiállítók, a szervezők és a résztvevők számára is kötelező keretrendszert hoz létre. Elsőként beszéljünk a beléptetésről és a regisztrációról. A cél az érintésmentes, kontrollált és gyors beléptetés. Ezért a regisztrációs eljárás rendben az otthoni online regisztrációt és jegyvásárlási lehetőséget tartjuk fent. Helyszíni jegyvásárlásra, regisztrációra nem lesz lehetőség, vagy csak különleges esetben. Kontaktmentes fizetéseket vezettünk be minden létező ponton, így elsősorban a weboldalon online fizetéssel javasoljuk a jegyek megvásárlását. Az online látogatói regisztrációt szintén online végezzük. Mindehhez a Dental World mobil applikációját kell letölteni, és ebben lehet egyrésztről a kiállítói QR kódot megkapni, másrészt pedig, hogyha valamely kongresszusra, kongresszusokra, workshopokra jegyet váltottak, akkor ebben az applikációban jelenik majd meg az ezekhez belépéshez szükséges QR kód. Nem léphet be a kiállítás, a rendezvény a Hung Expo területére az, aki COVID-19 fertőzött valamint az sem, aki a COVID-19 fertőzés tüneteit tapasztalja magán, így különlegesen a köhögés, láz, nehéz légzés, hirtelen szaglásvesztés, ízérzés hiánya, a közismert tünetek. Valamint nem léphet be, aki a megelőző 14 napban új koronavírus fertőzéssel érintett területen járt, az olyan országból érkezett, ahol koronavírus fertőzés volt, vagy Ismert kontakt személy egy koronavírus fertőzésben megbetegedett személynek. Illetve természetesen nem léphet be, aki bármilyen okból hatósági karantén alatt áll. A beléptetést a külföldr, külföldről érkezők számára a hatályos jogszabályoknak megfelelően végezzük. Hogyha valaki karanténból érkezik, akkor természetesen igazolnia kell azt, hogy a karantént már elhagyhatja. Ha pedig két negatív PCR-tesztje van, akkor egy tesztek bemutatása után léphet be a területre. Mindenkit testhőmérsékletméréssel tudunk átengedni, tehát testhőmérsékletmérést követően lehet belépni majd a Dentávör területére. Fertőtlenítő kapukat használunk a járványügyi eljárásrendnek megfelelően, illetve kialakítunk egy karantén szobát, illetve egy, mellette egy orvosi szobát arra az esetre, hogyha valaki esetleg rosszul érzi magát a rendezvényen. Az étkezőkben az elsődleges fontosságú, hogy betartsuk a higiéniai szabályokat fokozottan, éppen ezért a biztonságos távolságtartásra figyelünk, a személyzetet, illetve az ételeket plexifal mögött fogják majd kínálni, a kiszolgáló személyzet minden esetben kesztyűt és maszkot visel, és ezeken a területeken is kizárólag készpénzmentes, érintésmentes fizetés lesz elérhető. A folyamatos fertőtlenítő takarítást pedig természetesen a takarító személyzet végzi. Fontos, hogy az étkezők területén is vannak készfertőtlenítő pontok, de ismerve a COVID-19 viselkedését javasoljuk a gyakori kézmosást így az étkezést megelőzően is. A mosdókban, mellékhelyiségekben a kultúrált, fertőtlenített, érintésmentes mosdóhasználatot igyekszünk elérni. Ilyen módon érintésmentes adagoló papírtörlők lesznek kihelyezve, érintésmentes fertőtlenítős szappan adagolók lesznek kihelyezve. A vízcsapokat is a többségében érintésmentes rendszerre cseréljük, és óránként fertőtlenítő takarítást végzünk. A kiállítók számára is vannak különleges szabályok, itt fontos, hogy az érintésmentes és kontrollált, kontrollált belépés mellett a kontrollált munkavégzés, biztonságos munkavégzés is megvalósulhasson. Éppen ezért a standelemek, rendezvényeszközök, fertőtlenítésre kerülnek átadás előtt. A kiállítói belépőket előzetesen kiadjuk, tehát nem a helyszínen kell átvenni, hanem előzetesen ezt is a Dental World applikációban lehet majd megkapni. Dedikált útvonalon fog közlekedni mindenki, tehát ilyen módon megpróbáljuk elkerülni a jelentős keveredést, és a higiéniai előírásokat kérjük mindenkitől, hogy tartsák be. A Hung Expo a pavilont a rendezvény számára takarítva, fertőtlenítve, és ami még fontosabb, vírusmentesítve adja át, ehhez a hideg eljárást alkalmazzák. Természetesen javasolt a maszkviselése a kiállítóknak résztvevőknek látogatóknak és az építés-bontás résztvevőknek, miközben a Hungexpo alkalmazottainak és a Hungexpo Expo nak kötelezővé tette a Hungexpo maszkviselését. A pavilonokba, az épületbe a légforgató berendezés nem harmadlagos levegőt pumpál vissza, hanem a külső friss levegőt fújja be, ezzel is csökkentve a fertőzés kockázatát. A standokon a kiállítóknak a kockázata, a felelőssége és kötelessége a folyamatos fertőtlenítés. Javasolt a naponkénti fertőtlenítő takarítás, ha lehet hidegködöléses eljárással, de a virucid, baktericid eszközökkel mindenképpen. A kiállítási standok esetében kérjük a kiállító partnereket, hogy próbálják meg, igyekezzenek a másfél méteres távolságot valamilyen eszközzel fenntartani. Ezt esetleg lehet a padlóra elhelyezett matricával jelezni, vagy más eszközökkel. Kérjük, hogy ha tárgyalni ülnek le, akkor igyekezzenek a tárgyalás során az asztalokat egymástól kellő távolságra elhelyezni. Mindenképpen kerüljük az emberek jelentős feltorródását. A kiállítás megkezdése előtt a stand kivitelezője felel a fertőtlenítésért, tehát az, aki kivitelezi a standot, ő neki kell lefertőtlenítenie a standot átadás előtt. Ezeket a szabályokat a MARESZ COVID-19 kézikönyve alapján, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ COVID-19 ajánlásai alapján készítettük, de figyelembe vettük az UFI Global Association of Exhibition Industry ajánlásait is, valamint az AUMA Presszeninfot, a WHO, az MTU, illetve az AIPC és az ICCA ajánlásait, tehát ilyen módon a jelentős nemzetközi szakirodalomra épülve igyekszünk a Dental World 2020-as rendezvényét a lehető legbiztonságosabbá tenni. Kérjük ebben az együttműködésüket, akár kiállítóként, akár résztvevőként, akár pedig kivitelezőként vesznek részt. Kérjük önöket, hogy vigyázzanak egymásra, vigyázzanak saját egészségükre. Találkozunk 2020. októberében a Dental